Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közétkeztetés Szekszárdon. Cél az egészséges életmód népszerűsítése. Vára megye. Idén Váralján rendezték meg a Tolna megyei önkormányzat egésznapos programsorozatát. Román embercsempész próbálkozott, 7 illegális bevándorlót szállított a férfi. Szekszárdon avattak új tagokat, az Európai Borlovagrend 27 országban van jelen. Csúcsidőszakban körülbelül napi 3200 adag ételt főznek meg az egy éve létrehozott Szekszárdi Közétkeztetési Kft. Konyháin. A cég az elmúlt időszakban fejlesztette a kiszállítást végző autóflottáját, de folyamatban van eszközpályázata is, mellyel a konyhai berendezések is korszerűsödhetnek. Éppen az ebédszállításhoz készülődnek a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. Egyik konyhájánál. A nyári szünet kezdetével közel felére csappant az adagok száma, de így is bőven 1200 főre főznek naponta. A szociális otthonok mellett a nyári táborokat is ellátják főtt étellel. Baj Attila, a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. Ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott. Az üzemeltetés zökkenőmentesen zajlott az elmúlt egy évben, minden felmerülő karbantartási problémát sikerült időben elhárítani. Tavaly július 1-ével vettük át a konyhák üzemeltetését újra. Én úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen sikerült az átvétel, tehát nem voltak komoly fennakadások vagy problémák. Abból, amit ígértünk, az ételek minőségének a javulása, én úgy gondolom, ezt megtartottuk, bár most készülünk arra, hogy ezt felmérjük. A Közétkeztetési Kft.-nek a honlapján majd egy-két napon belül megjelenik egy elégedettségmérő kérdői. Hozzátette, egyik fontos előrelépés a járműpark fejlesztése volt, mert az átvett flotta ételszállító autói legalább 10 évesek és elhasználódottak voltak. Egy elektromos teherautót szereztünk be, ami nyilván környezetbarát, gazdaságosabban üzemeltethető. Tehát igyekszünk ilyenekben is előrelépni. A csúcsidőszakban 67 fő dolgozik a cégnél, és napi 3200 adag ételt kell előállítaniuk. Egyesével fognak dönteni, mennyi támogatást kapnak az önkormányzatok a megszüntetett rezsicsökkentés után. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt pénteken. Gulyás Gergely azt mondta, tárgyalni fog a kormány az önkormányzatokkal arról, hogy valamilyen kompenzációt kapjanak azért, mert rájuk nem fog már vonatkozni a rezsicsökkentés. Egy kis önkormányzatnál nagyobb eséllyel adnak majd támogatást, mint egy nagy adóerejű településnél. Január 1-től változik a KATA szabályozása, erről is beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken. Azt mondta, egyelőre nincsenek konkrétumok, de a cél változatlan, a nagy cégek vezetői ne katázhassanak a magas fizetésükkel, a kis cégeknek, kis vállalkozásoknak viszont legyen erre lehetőségük. Valószínűleg továbbra is évi 18 milliós bevitelig lesz erre lehetőség, de akik valójában nem ebbe a körbe tartoznak és a szabályozást kijátszva élnek ezzel a lehetőséggel, azt szeretnék megszüntetni. Január 1-től újul meg a szabályozás. Idén a Váraljai Parkerdő adott otthont a Vára megye nevű egésznapos programsorozatnak. A Tolna megyei önkormányzat települési értékeket bemutató és népszerűsítő rendezvényét ezúttal Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője nyitotta meg. A bátaszéki értéktár legnagyobb becsben lévő új darabja az egykori Dolina település harangja is megszólalt a megyei értékek napján. A Tolna megyei közgyűlés évek óta megrendezi ezt a találkozót, ahol a települések megmutathatják, mit tartanak értéknek saját lakóterületükön. A várajai találkozó megnyitójában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elismerését fejezte ki az iránt a munka iránt, melyet a szervező Tolna megyei önkormányzat, valamint a települések végeznek értékeik megőrzése érdekében. Minden segíti az identitást, hogyha a közösségekben gondolkozunk, ezeket a közösségeket megszervezünk, megerősítjük, és utána pedig
azokat a dolgokat, amelyek ránk jellemzőek és büszkék vagyunk erre, ezt pedig próbáljuk erősíteni. Az értéktárak a különböző településeken, megyékben és országosan is ezt a célt szolgálják. Tolna megyében eddig közel 400 értéket jegyeztek be, és további 300 vár arra, hogy a megyei értékcímet megkaphassa. Fehérvádi Tamás, a szervező megyei közgyűlés elnöke azt mondta, az elmúlt évek folyamatos fejlődést hoztak az értéktár mozgalomban, és ez most csúcsosodott ki az idei rendezvényben, hiszen közel 700 résztvevője volt a találkozónak, és 43 település mutatkozott meg a Várajai parkerdőben. Anno, amikor ezt elkezdtük, nem foglalkoztunk azzal, hogy csináljunk egy ilyen szociológiai felmérést, hogy mennyire tartják Tolna megyét különlegesnek, egyedinek, Tolna megyeinek az itt élő emberek, de azt gondolom, hogy a létszám, a résztvétel azt igazolja, hogy ez egy jó elképzelés volt, és most már egyre többen érzik azt, hogy és hordják a mászt, hogy Tolna megyeiek vagyunk. Süli János, a paksi bővítésért felelős államtitkár, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról szólt, a közösségek fejlesztése a legfontosabb feladat, és ebben az értékek felkutatásának és továbbadásának kiemelkedő szerep jut. Ezek a rendezvények segíthetik a közösségek értékeinek megtartását. Ezek a kis rendezvények, ami nem is kicsi, ha itt szétnézünk, ezek is azt a célt szolgálják, hogy a finom együttműködés, meg a finom ellenállás ezek ellen a ideológiai helyzetekkel szembe. Nekünk az a legfontosabb, család, ország, barátság. A Tolna megyei értéktárbizottság döntése értelmében a Völcségi Értéktárbizottság, valamint a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium vehette át a megyei értékdíjat. A tolnai kumok listáját idéntől a Lengyeli Kultúra Régészeti Értéke és Mattioni Eszter művészeti munkássága gazdagítja. Idén is állami támogatással vállalhatnak munkát a nappali tagozatos 16 és 25 év közötti tanulók júliusban és augusztusban. A 25 év alattiak munkavégzése az idéntől SZIA-mentes, így több pénz maradhat a diákoknál. A támogatásokat önkormányzatok és a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban működő vállalkozások hívhatják le. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek, akik jelenleg nem állnak munkaviszonyban, és nincs vállalkozási jogviszonyuk. Az önkormányzatok esetében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A helyhatóságok részére maximum 2 hónap időtartamra teljes egészében megtérítik a munkabért. A mezőgazdaságban, a turizmusban és a vendéglátásban tevékenykedő munkaadóknál legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható, a program a munkabér összegének 75%-át vállalja át. Pénteken ismét emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin így majdnem 802, a gázolaj pedig 821 forintért szerezhető be nagykereskedelmi díjon. A legtöbb fogyasztó viszont ezt nem érzi meg, az árstopp miatt ugyanis továbbra is 480 forintért tankolhatnak literenként a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autósok. 7 illegális bevándorlót szállított egy román férfi a bátaszéki autópálya rendőröknek, lett gyanús az autó, így azt Tolnamős határában állították meg. Az összes utas szír állampolgárnak vallotta magát, az embercsempész akár 8 év börtönt is kaphat tettéért. A napokban Tolnamős határában állítottak meg egy gyanús román rendszámú autót a rendőrök. Az igazoltatás során kiderült, hogy a 32 éves férfi 7 illegális határátkelőt szállított az autóban, közülük 2 a csomagtartóban utaztak. Az illegális migránsok mindannyian szír állampolgárnak vallották magukat, de személyazonosságukat, illetve jogszerű magyarországi tartózkodásukat semmiféle okmánnyal nem tudták igazolni, ezért kollégáim a szekszárdi rendőrkapitányságra előállították őket. Miután az egyenruhások meghallgatták a migránsokat, visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az embercsempészt előállították a Tolna megyei rendőrfőkapitányságra, ahol embercsempész és büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak ellene. Őrizett bevétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki a 32 éves román férfit, majd ezt követően előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Az embercsempészt a bíróság letartóztatta, tettért akár 8 év börtönt is kaphat.
Szarvasmarhákat árverez el az adóhatóság. Angus, Hereford is előfordul abban a szarvasmarha állományban, amire lehet licitálni a Nemzeti Adó és Vámhivatal következő árverésén. A NAV nem mindennapi eseményén összesen 83 egyed várja új gazdáját. Az 54 üszőnek és 29 bikának a becsült összértéke több mint 41 millió forint. A szarvasmarhák általánosan 1-1,5 évesek, és összesen mindegy 32 tonnát nyomnak. A marhákra fajtánként lehet licitálni, az állatok bértartónál vannak, hogy az árverésig is gondos és szakszerű ellátásban legyen részük. Az árverés egy hét múlva, június 24-én indul, és 4 napig tart. Szekszárdon avattak új tagokat az Európai Borlovagrend tagjai. A közösség 27 országban van jelen, több mint 5,500 képviselővel. A borfogyasztás népszerűsítése mellett pedig sokat jótékonykodnak is. Csoportosan vonultak fel Szekszárdon az Európai Borlovagrend képviselői, mielőtt új tagokat avattak. A civil közösség most 8 új főt köszöntött a soraiban, és nem először jártak a Tolnai megye székhelyen. Nagy büszkeségünkkel tavaly tudtuk az első avatási ünnepséget Szekszárdon megtartani, most a második lesz, és úgy veszem észre, hogy itt olyan lelkes a szervezés, hogy fantasztikus rendezvény elé nézünk. A mostani avatón a magyar korona mása is jelen volt. Az ékszer élethű replikája csak nagyon ritkán hagyja el a fővárost. A lovagrend Európában 27 országban van jelen, több mint 5500 taggal, közülük közel 300-an magyarok. A kulturált borfogyasztás népszerűsítése mellett pedig nagy hangsúlyt fektetnek a jótékonykodásra is. Hagyomány az, hogy minden évben december 22-én délelőtt 10 órakor az ország különböző pontjain adunk át támogatásokat a helyi legációk által kiválasztott területeknek, vagy iskoláknak, vagy hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy netán idősek otthonának. A mostani avaton helyi kulturális csoportok is felléptek, például a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar is. Regionális híreink következnek. Idősödő társadalom, gazdasági lehetőségek, sok milliárdos üzlet az ezüst gazdaság. Jó a vízminőség, de oda kell figyelni. A nádírtás és az építkezések is hatással vannak a Balatonra. A lovak fogának 65%-a megmenthető egy új eljárással. Egyedülálló kezelések a Kaposvári Klinikán. Milyen lehetőségek rejlenek az idősödő társadalomban gazdasági szempontból? Ezt, vagyis az ezüst gazdaság lehetőségeit járták körül azon a konferencián, amelyet Pécsen tartottak. Régiónk remek lehetőségekkel rendelkezik, hogy kiépüljön ez a gazdasági szegmens. Az ezüst gazdaság ma a világ harmadik legnagyobb gazdasága. A Dél-Dunántúlon egy egészségiparra épülő, az időseket megcélzó szolgáltatásokkal vonzó lehetőséget lehetne kialakítani a szakemberek szerint. A konferenciát az egyetem, a helyi iparkamara és az Egészségipari Innovációs Központ szervezte. Ezüst gazdaság, vagyis az idősödő társadalommal rejlő gazdasági és társadalmi potenciál. Ezzel a témával foglalkozott az a konferencia, amit Pécset tartottak, a helyi iparkamara, az egyetem és egy egészségipari cég szervezésében csütörtökön. A szakember azt mondja, jelentős bevételekre tehetnek szert a cégek, vállalkozások ebben a szektorban. Ebben lehet építőipar is, természetesen különböző otthonokat lehet építeni idősöknek, számítógép, IT, specialisták kapcsolódhatnak okos otthonoknak a fejlesztésébe, agráripar is bekapcsolódhat természetesen, miután olyan ételeket, meg termékeket kell nekik fejleszteni, amik egészségesebbek. Szóval nem csak az egészségügy, turizmus, hanem sok iparág be tud kapcsolódni az ezüst gazdaságban. A Dél-Dunántúli régiónak nagyon jó adottságai vannak, amiket ki lehet használni. Így vonzóvá tehető a nyugati országokból érkező idősebb korosztályok számára is. Itt a régiónak még azért nincsen kialakult fókuszterülete, és az adottságai megvannak. Hát itt van 13 gyógyfürdőnk, ismerjük a mediterrán környezetet, még mindig olcsó ingatlan piacot, illetve 29 klinikánk van, számos magánklinika, éppen ezért
egészségügyre fókuszáló ezős gazdaság kidolgozása lenne elsősorban a cél, de természetesen más iparágak is be tudnak kapcsolódni ebbe. A lehetőségekről tartottak előadásokat a szakértők. Az ezüst gazdaság ma a világ harmadik legnagyobb gazdasága. 2025-re várhatóan 88 millió munkahelyet tart majd fent, 5,7 trillió eurós költés mellett. Kiváló a Balaton vízminősége, azonban a szakemberek az éghajlatváltozás hatásai miatt mindenkit elővigyázatosságra intenek. Szerintük a legnagyobb problémát a gyakori aszály és a tó váltakozó vízszintje okozhatja a jövőben. Folyamatosan változik a Balaton vízszintje. A kikötők és a strandok azonban erre nincsenek felkészülve. Az embereknek kellene azt egyre jobban majd tolerálniuk, ha a tó vízszintje változik, ahogy egyébként régen is változott, tehát most ugye voltak sajtóhírek, hogy a tó vízszintje nagyon alacsony, pedig valójában még mindig sokkal magasabban van, mint egykor a legfelső szabályozási szint, tehát régen ennél mindig alacsonyabb volt. Évek óta zajlik a Balaton természetes parti növényzetének a visszaszorulása is. A nádasok írtása és a vízhez közeli építkezések viszont jelentősen megváltoztatják a tó alapvető jellegét. Sok változás a természetre és az idegenforgalomra nézve is káros lehet. Vannak olyan jelek, amelyek az elővizázatossági elvre hívják fel a figyelmet, hogy ne terheljük túl a tavat. És e tekintetben az egyik ilyen legnagyobb esemény a 2019-es algavirágzás volt. Nem tudjuk, hogy ez milyen gyakorisággal fog bekövetkezni a jövőben, és éppen ezért is kell felhívni a figyelmet a tónak a védelmére. A szakemberek szerint az is komoly veszélyt jelenthet, ha a klímaváltozás vagy az emberi beavatkozások miatt új, nem őshonos fajok jelennek meg a Balatonban vagy a tó környékén. Közép-Kelet-Európában is egyedülálló módon diagnosztizálják és kezelik a lovak fogbetegségeit egy kaposvári klinikán. Altatás nélkül végeznek CT-vizsgálatot rajtuk, hogy kiderüljön, meg tudják-e menteni az állatfogát. Ezek a fogmegtartó kezelések azért fontosak, mert a rágásképesség a lovak élettartama szempontjából az egyik legmeghatározóbb tulajdonság. Betesszük ezt a szájterpesztőt. És így már biztonsággal tudjuk megvizsgálni a szájüreget a szájkamera segítségével. Egy ilyen hosszú optikával a gyógyítók pontos képet tudnak kapni a lovak fogazatának állapotáról. A 70 fokos szögben látó kamera segítségével még a legkisebb elváltozásokat is észreveszik. Az első ér. Ennek a lónak az egyik hátsó fogával van probléma, a rágó felszín felől nyitott a belső szerkezete. Az ilyen esetekben korábban mindig kihúzták a fogat, ma már ennek a megmentése a cél. Az állaton ezért álló helyzetben CT-vizsgálatot végeznek, hogy minél pontosabb legyen a diagnózis. A fog megmentési kísérletek igazából töménytelen pénzt emésztenének föl, de végül aztán ki kellene húzni a fogat. Ezért ezt a CT-vizsgálat rendkívül megkönnyíti, hogy ezt el tudjuk dönteni, exaktul, és ténylegesen olyan esetekben tudjuk javasolni a fogmegtartást, amikor az hosszú távon várhatóan eredményt ad. A lovakat egy légpárnás asztal segítségével emelik a gépbe. A komputer tomográf felvételeken szeletekre bontva látják a vizsgálandó részt, vagyis a kitágult fogmedret. Mindez azért is fontos, mert a lovak napi 13-16 órán keresztül rágnak, a sérült beteg fog gyulladása pedig megakadályozza őket a megfelelő táplálkozásban. Az újfajta eljárásnak köszönhetően a lovak fogának 65%-a menthető meg így. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Közétkeztetés Szekszárdon, cél az egészséges életmód népszerűsítése. Vára megye, idén Váralján rendezték meg a Tolna megyei önkormányzat egésznapos programsorozatát. Román embercsempész próbálkozott, 7 illegális bevándorlót szállított a férfi. Szekszárdon avattak új tagokat, az Európai Borlovagrend 27 országban van jelen. Szombaton hamisítatlan nyaraló időre készülhetünk, szikrázó napsütés, gyenge mérsékelt légmozgás mellett csak gyenge felhőzet adhat időnként árnyékot. A déli kora délutáni időszakban nagyon erős UV-sugárzással kell számolni. Éjszaka sem ígérkezik változás, nyugodt, csillagfényes idő lesz jellemző.
Vasárnap fokozódik a meleg, a maximum hőmérséklet már többfelé meghaladja a plusz 30 fokot. Hétfőn is még túlnyomó részt napsütés és igazi kánikulai meleg látszik jellemzőnek, egy közeledő hidegfront hatására fokozódik a füllettség. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!